A gyógymasszőr feladata a hozzáforduló páciensek masszírozása. Segíti a betegeket abban, hogy izmaik ellazuljanak, ízületeik helyesen működjenek, ezáltal a fájdalmuk csökkenjen, vagy éppen megszűnjön. A gyógyítás folyamatához szorosan hozzákapcsolódik az az empátia, amely egy jó masszőrt jellemez. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház fizioterápiás osztályának munkatársával, Hideg Lajossal mutatjuk be hallgatóinknak a gyógymasszőr munkáját. 10 éve dolgozom itt a megyei kórházban, a központi fizioterápiás osztályon. Talán keveset tudják, hogy a mozgásszerű betegségek kezelésében milyen fontos szerepet játszik a gyógytorna. A jó gyógymasszőr megválasztása legalább olyan fontos, mint az a kezelés, ahogy történik. Hideg Lajossal beszélgetünk, aki a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház fizioterápiás osztályának gyógymasszőre. Néhány gondolat csak arról, hogy hogyan dönt egy úriember úgy, hogy ezt a hivatást választa. Ide azért jó erős kezek kellenek, és már a készfogásból éreztem, hogy na hát itt valami azért van. Mindig sportoltam, és a sporton keresztül mindig is érdekelt, hogy ha fáj valami, miért fáj, vagy ugye sportsérüléseket hogyan kezeljük, és lett egy ilyen lehetőség, hogy indult egy ilyen gyógymasszőr tanfolyam, és egyből jelentkeztem, elvégeztem, így kerültem ebbe a szakmába, és úgy gondolom, hogy megtaláltam azt, amit remélem, hogy a nyugdíjazásra még tudok csinálni. Hány éve tart ez a hivatás? Én 11 éve vagyok itt a megyei kórházba, Vasgyár kórházba kerültem át. Masszőrök között is fel lehet állítani egy bizonyos rangsort, és én úgy tudom, hogy az igazán jó közé tartozik. Mitől jó igazán egy gyógymasszőr? Azt hiszem, hogy a beteggel ki kell alakítani azt a megfelelő kapcsolatot, ugyanis az, hogy valakit masszírozok, egy kölcsönös bizalmat jelent mindkét oldalunkról, tehát megbízunk a másikba. Elmondja a problémáit, én próbálom a saját tapasztalatomat felhasználni ezügyben, hogy mi a legjobb, és ő pedig ezt elfogadja. A betegeink nagy része visszatérő beteg, aki 2 éve, 5 éve, 8 éve általában ragaszkodik a saját masszőréhez, és valóban sokkal könnyebb kezelni azokat, akik évek óta hozzánk járnak, és ismerjük a problémáit. Plusz látjuk azt a változást, amit esetleg el tudunk érni. Közben hirtelen helyet változtattunk, mert folyamatosan jönnek a paciensek. Zaktrok Csaba, a Központi Kórház fizioterápiás osztályának osztályvezetője. Itt vagyunk az irodában Csabánál, ő adta meg nekünk ezt a lehetőséget. Na nézzük, akkor tovább folytassuk. Tehát ott tartottunk, hogy a betegek és a gyógytornász közötti kommunikáció elengedhetetlen a gyógyulás szempontjából. Nem csak arról van szó, hogy mennyire sikerül jól megmasszírozni a beteget, hanem arról is, hogy jól érzi magát a páciens. Így mondjuk talán nem is beteg, páciens. Igen, tehát valaki igényli a beszélgetést, és ugye mivel nagyon sok idős ember megfordul itt, aki esetleg magányosan él, ha kell, akkor meghallgatjuk az egész életét. Érezze rajtunk, hogy igenis érdekel az ő sorsa, és úgy gondolom, hogy ezáltal felszabadul ez a beteg, és akár szívesen is jöhet ide, természetesen elsősorban a kezelésekért, de egy kicsit kibeszélheti magából a múltat, vagy éppen a gondjait, és lehet lazítani, itt relaxálni. Hogyan működik az osztály? Hány éves korosztály az, akit megjelenik ezeken a fizioterápiás kezeléseken? Tehát a legfiatalabboktól kezdve, ugye 18 éven felüliek jöhetnek, mert a fiatalabbak a gyegben jönnek. A diákoktól kezdve ugye a 90 akárhány éves betegek is megfordulnak, és hát rácsodálkozunk néha, hogy bizony egy-egy nagyon idős beteg milyen fantasztikus állapotban van, vagy éppen egy-egy fiatal milyen komoly problémákkal küzd. Nagyon sok olyan beteg van, akit 30-on felül van, de egyet sem léphet még a saját lábán is. Az édesanyja vagy az édesapja hozza kezelésre, tehát tényleg a betegség teljes skálája megfordul az osztályunkon. Jellemzően az idősebbek, de sajnos ez a hátfájás, vagy ezek a mozgás koordinációs problémák, vagy mozgás rendszeri problémák sajnos a középkorúaknál is jelentkezik. Teljesen mindegy, hogy irodai munkát végez, vagy éppen fizikai munkát. Benne van az egész nap rohanása, a stressz, és a stressz itt azért emelném ki, hogy sajnos azt érezzük, hogy a stressz előhozza ezeket a problémákat, tehát sokszor egy kisebb problémával esetleg nagyobbat generál, hogy a beteg túl sokat foglalkozik a saját problémáival.
Örülök neki, hogy rátért erre a témára, most akartam én is megemlíteni, hogy mennyire korosztályosak a különböző mozgásszervi betegségek. A fiatalok leginkább nagyon sokat ülnek a monitor előtt, és keveset sportolnak, és ebből adódóan nagyon sokat láttam fiatalt itt a Borsodabói Zemplén megyei központi kórházban is panaszokkal. De ugye az idősebb korosztály az, akit talán más oldalról sújt ez a probléma. Hogyan lehetne ezt egy kicsit szelektálni? Több lett a fiatal, aki mozgásszervi betegséggel jelentkezik itt a kórházba, vagy stagnál ez a létszám? Én azt hiszem, hogy a jövő generációját sajnos félteni kell, mert sajnos a telefon meg a számítógép átvette a futballabda meg a biciklinek a szerepét, és nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi lesz 10-20 év múlva. Eltűnik a mozgás sajnos a gyerekek életéből, és most ezt még annyira úgy érzem, hogy nem látványos, de félő az, hogy 10-20 év múlva a következő generációnál ez már nagyon keményen fog jelentkezni. Mivel most a masszőr munkáról beszélünk, nekem mindig eszembe jut, hogy különböző internetes oldalakon ugye mindenki most már eljut mindenhova, és mindenki ért mindenhez. Számtalan olyan esettel találkoztam, hogy hirdeti magát egy-két ember, és halvány fogalma sincs arról, hogy mi a jó masszőrnek a feladata, mi a jó masszőrnek a munkája. Nagyon-nagyon óvatosan kéne ezzel a problémával bánnunk, mert egyáltalán nem biztos, hogy az interneten kapott hirdetés alapján ki tudjuk választani azt a szakembert, aki nekünk segíteni tud. Igen, mint minden szakmát, nyilván ennek az elsajátításához is kell egy bizonyos idő, hiszen az iskolában senki nem tanul meg dolgozni. Mi is próbáljuk folyamatosan képezni magunkat. Nagyon sokszor találkozunk új problémákkal, vagy esetleg visszatérő, valamit sikerült már megoldani, és akkor próbálkozunk. Nagyon gyakran használunk olyan dolgokat, például jeget furcsa módon, amit még mindig hihetetlen eredményeket tudunk vele elérni. Tehát azt hiszem nem szégyen visszatérni a hagyományos dolgokhoz, hiszen nagyon sok mindent tudunk gyógyításra használni. Hát a hirdetésekkel kapcsolatban millióféle hirdetés, bármiről hirdethetnek, többek között erről is, és hát én is úgy gondolom, hogy akinek ilyen jellegű problémája van, olyan embert, szemét kellene megkeresni, aki ezért az egészségügyben dolgozik, és esetleg ajánlja valaki, akinél már sikerült azért pozitív eredményeket elérni. Ha már a kezelések folyamatánál tartunk, vagy a folyamatáról beszélünk, akkor hogyan zajlik itt a fizioterápiás osztályon egy-egy kezelésnek a lebonyolítása? A beteg elmegy ugye a körzeti orvoshoz, elmondja, mi a problémája, onnan kap a szakrendelőbe egy beutalót, és a szakrendelésen kiírják a kezeléseket. Itt nálunk is van szakrendelés, tehát nálunk is van működő szakrendelés, kérje a szakorvos a megfelelő kezeléseket, utána a beteg pedig megkeres minket, tehát a gyógytornászokat, masszőröket, időpontot egyeztetünk, és elkezdődik ugye a kezelés. Általában azt a kezelést alkalmazzuk, amit ugye kiír az orvos, de néha hozzáteszünk, vagy változtatunk rajta, próbálunk a saját tapasztalatunk alapján esetleg minél többet adni, hogy ez a gyógyulás tényleg eredményes legyen. Beszélt arról, hogy gyógytornászok és masszőrök. Fizikusok vannak, akik az elektromos kezeléseket csinálják, masszőrök, akik masszőröznek, és a gyógytornászok. Tehát ebből a három részlegből áll ez a fizioterápiás osztály. Tehát a fizikusok is nagyon sokféle kezelést csinálnak. Azt még megemlíteném, hogy mi vizes kezeléseket is csinálunk. A vizes kezelés az víz alatti sugármasszás, egy tangentor néven ismerik, aztán hidromasszás? Van... Hidromasszás, így van. Tehát van egy nagyon modern hidromasszás kádunk, amely sok funkcióra alkalmas, többek között még színsofürdőre is alkalmas, igénybe is veszik a betegek olyan keringés problémákra, amik nem masszírozhatók a végtagok, és ilyenkor jönnek ezek a vizes kezelések. Tehát a színsofürdő az egy elég komoly kezelés. Itt mióta 2 éve itt vagyunk, azóta van ez a színsofürdő. Tapasztalatból mondhatom, hogy egy-egy kezelés, nem tudom, 10 alkalom talán, nagyon-nagyon jó, de talán nem is elég. Ismételje a beteg, érdemes-e többször jönni, vagy egy hónap, 2 hónap kihagyással, mit ajánl ilyenkor a masszőr? Hát nyilván a beteg állapota a döntő. Én azt hiszem, talán a legfontosabb, hogy ne várjuk meg azt a stádiumot, tehát ne legyen olyan probléma, ami már nehezen kezelhető, hanem mihelyt jelentkezik a probléma, érdemes ezt a kezelést elkezdeni, legfeljebb akkor a gyakorisága lehet ritkább, de fontos az, hogy ne hanyagoljuk el, mert hajlamosak vagyunk, hogy nem megyünk orvoshoz, csak amikor már nagyobb a probléma. És már nem biztos, hogy orvosolható, tehát sokkal nehezebben
hozható vissza az eredeti állapot, mintha ugye az elején elmegyünk. Inkább fölöslegesen forduljunk először orvoshoz. Úgy gondolom, fontos, hogy ne akkor, amikor már gerincsérünk van, vagy ne akkor, amikor már olyan gerinc, vagy olyan csigoly elváltozások vannak, amikor már azért lényegesen nehezebb ezeket orvosolni. Minden hivatásnak megvan a maga szépsége és a maga sikere. Találkozott-e már a munkájában olyan emberrel, akire azért emlékszik nagyon szívesen, mert sikerült kihozni egy olyan állapotból, ami igazán sok energiát igényelt. Igen, ez érdekes, tehát nagyon sok ilyen kedves emléke van az embernek. Néha hihetetlen dolgokat el lehet érni egy-egy beteggel, tehát hagyd mondjak egy falumbeli példát, egy nénike, aki vagy egy évig feküdt, és a kezelések hatására 7-8 évvel, most 90, közel 90 éves, és kapálja a kertjét, és bejárja a falut, hihetetlen, tehát ilyenek is előfordulnak. Igen, sok ilyen marad meg az emberben, tehát a rehabon láttuk ezt igazán, amikor ugye a beteg tolókocsin érkezett, és a saját lábán távozott. Amíg működött a rehab, ott ez szemmel látható volt. Ide azért ugye mi jobb állapotú betegek érkeznek. Talán ott egy-egy stroke után a talpra állás, ott ez úgy látványosabb volt ugye az osztály a fekvő betegeknél. De természetesen itt is, ahogy fölfekszik a beteg esetleg az első alkalommal azzal a fájdalommal is, nagyon sokszor, hál' Istennek, a tizedik kezelés után ennek a fájdalomnak nyoma sincs. Én úgy veszem észre, hogy ezen az osztályon, legalábbis a fizioterápiás osztály masszőr részlegén leginkább férfiak vannak. Inkább az urak választják ezt a foglalkozást, vagy éppen hát nők is vannak, akik ugyanebben a hivatásban tevékenykedhetnek? Érdekes, hogy a gyógymosszőr tanulók 80%-a, 90%-a lány, tehát amikor tanulók jönnek hozzánk, alig van köztük fiú, de aztán akik elkezdenek dolgozni, ott már ez az arány megfordul, tehát fiúkból szinte valamennyiből masszőr lesz. Itt nálunk egy hölgy van és három fiú, hát végül is kemény fizikai munka, úgy gondolom, de megszokja az ember keze, és szerintem a hölgyek is nagyon alkalmasak arra, hogy bármilyen erejű vagy szintű masszást megcsináljanak. Valahogy hosszú távon úgy gondolom, igen, hogy a férfiak jelentős többségben vannak, igen. Furcsa módon mondom, a tanulóknál ott ez teljesen az ellenkezője. 15-20 perc egy-egy kezelés, nyilván ha mondjuk egy masszírozás, ez 15-20 perc, ha ez pakolással egybekötött, ugye, akkor lesz ez egy 35-40 perc. Itt azért viszonylag futószalagon jönnek a betegek idézőjebe, tehát igen. Így van, tehát a kezelések ideje behatárolt, és próbálja azt az irányelvet adni, hogy egy nap viszonylag sok beteget el tudjunk látni. Hirtelen számolok, egy 10-12 beteg egy-egy munkatársa kollégára is jut. Így van, nyilván ez plusz-minusz lefelé-felfelé bármikor van. Hát igen, jellemzően ez a szám, ez reális. Van, amikor ez lehet akár 15-18 is, van, amikor kevesebb, sok minden befolyásolja. Nagyon sok a bejáró idős beteg, aki a nyári kánikulában esetleg nem, vagy a téli csúszós utakon kevésbé, és ezért inkább az őszre-tavaszra koncentrálódik így, amikor még nincs az a nagy meleg, de nagy hideg sincs, és talán akkor az idősebbek inkább bevállalják ezt a bejárást vidékről, ugye a buszon, a járdán, csúszós utakon ugye lényegesen veszélyesebb. Beszéltünk arról, hogy mitől lesz jó egy masszőr, és talán ott hagytuk abba ennek a görgetését, hogy személyes kapcsolatok kialakítása a beteggel, az fél siker lehet a masszázs szempontjából, de nyilvánvalóan nem csak ez. Nyilván megtalálni a közös hangot a beteggel, ha ez nincs meg, akkor nem lesz hosszú távú kapcsolat, ugye, tehát abból lesz visszatérő beteg valaki, hogy minden szempontból megvan elégedve, és talán furcsa dolog, de épp ezért sikerül azt elérni, hogy minden beteg úgy gondolja, hogy az ő masszőre a legjobb masszőr, és ez szerintem így helyes, tehát ha mondjuk vagyunk négyen, sok-sok visszatérő betegünk van, aki meg van győződve, hogy az övé a négyből a legjobb, és talán éppen ettől ez adja. Ettől lesz igen érdekes, és úgy gondolom, hogy ezt úgy is gondolja, így is érzi a beteg, hogy az övé a négyből a legjobb. Említette még azt is, hogy minden hivatásban ugye fejlődnek, és itt a masszőr hivatásban is megvan a fejlődés. A hétköznapi ember talán nem is tudja elképzelni, hogy mi az a fejlődés, amiben egy masszőr tud fejlődni. Úgy képzeljük el, hogy vannak bizonyos fogások, azokat be kell tartani, és hova tovább. Vannak nyilván továbbképzések, meg valami, tehát egy masszőrt érdekel egy-egy probléma, hogy tud esetleg mélyebbre bele nyúlni egy-egy kezelésbe. Tehát elég sok speciális kezelést csinálunk, tehát gerinc, végtagok,
stb. Tehát próbálunk utána nézni. Elmélyülni, igen. Uh-huh. Nagyon érdekes dolgokat lehet az alapképzéseken is tanulni meg. Meg az ember próbál nyitott szemmel járni. Mi is használunk új dolgokat. Én is például 5 éve használom ezt a kinematink tépet, tehát használom. Ez mit jelent? Ez egy szalag, amit ízületekre, tehát akárhova, gerincre, nyakra, derékra, lábra, látjuk a tévében a sportolókat, hogy ott van rajtuk az a színes szalag, igen. Például elvégeztem egy ilyen jellegű tanfolyamot, és azóta ezt használom is. És de ez hogyan működik a szervezetben? Ez bizonyos izomcsoportokat kímél, és akkor mást dolgoztat helyette. Tehát például mondjuk egy teniszkönyöknél, mondjuk a könyök inkább passzívan megy, és az egyéb izmok végzik a hajlítást. Tehát érdekes dolog, plusz a legfontosabb az igen, hogy könnyes izomcsoportokkal próbálnánk elvégeztetni azt, amit a fájdalmas rész végezzel. 4 vagy 5 év, hogy elvégeztem ezt a tanfolyam, és azóta használom ezt a tépet. Ez gyakorlatilag ugyanolyan támogatott, OEP által finanszírozott kezelés? Nem finanszírozott, de például megveszi a beteg a szalagot, és akkor megmutatja az ember, hogy lehet ezt föltenni, és esetleg később talán már ő maga is tudja használni. Milyen új trendek vannak még a masszírozásban? Ugye mi gyógymasszőrök vagyunk, de van sportmasszőr, képzés is, tehát van ilyen vonal is, hogy próbáljanak speciálisan sportmasszőröket képezni. Mi is szerintem valamennyien dolgoztunk már sportolókkal, tehát sportolók. Én nekem is nagyon szeretem például én magam is sportoltam, és éreztem saját csontjaimon, izmaimon ugyanezeket, és nagyon szívesen foglalkozom sportolókkal például, aki sportsérüléseim, de... Tehát a beteg ugye nagyon sokat tud tenni azért, hogy minél később, vagy minél ritkábban kerüljön erre. Nyilván nem egyszerű, az orvos sem mondhatja mindenkinek, hogy változtasson életmódot, mert általában egy pályán vagyunk, és a munkáját oda köti mindenki. Igen. De ugyanakkor sok apró dolog van szerintem, amire oda tud figyelni a beteg. Például visszatérve itt a jégre, hogy egy-egy beduzzadt térdet hihetetlenül a jég, uh-huh. 2 nap alatt le tud vinni is, és az a fájdalmas mozdulat teljesen elmúlik. És nagyon sok beteget például, személy szerint én nagyon ajánlom a jeget, és hihetetlen, hogy milyen jó véleménye vannak róla. És nem is hallott. Mm. Tehát nem jellemző, ritkán kerül elé a jég, és az otthon van, beteszi az ember a hűtőbe, jégmasszás, és igazi jéggel szoktunk, és hihetetlen hatás van. Saját magam is éreztem, amikor esetleg beruzzatot érdem, hogy hát 2 nap alatt teljesen elmúlt. Kaptak most a hallgatóink egy ingyenes, nagyon jó tanácsot, azt azért ne feledjük el, hogy elmondjuk nekik, hogyha ilyen panaszok vannak. Nyilván az első, amikor beütjük a térdünket, lábunkat, és észreveszünk egy duzzanatot rajta, hogy próbáljuk meg természetes jéggel jegelni, amennyiben ez lehetséges, de feltétlenül utána orvos, és utána konzultáció egy masszőrrel, mert azért nagyon sok mindenben segíthetünk. Talán még az első jegelésben is, tehát az, hogy ez a jegelés, az hogy is történik, tehát azt én úgy gondolom, hogy szakembert meg kell először nézni, hogy hogy csinálja, mert hát igen, csak mondjuk, hogyha este kapunk egy, vagy ér minket egy baleset, akkor hirtelen reggelig azért nem akarunk szenvedni. Hogy mondjuk ráteszi a jeget, tehát igen. Akkor az ártanított, tehát ezt megfelelően mozgatni kell, mert azon a felületen csak úgy hűti le, hogyha mozgatjuk, és csak úgy nem árt. Tehát azért ezt nem árt először megnézni, hogy hogy csinálják, és akkor másodszorra már ez biztos, hogy fog menni. Elmondhatjuk, hogy itt az osztályon azért kapnak olyan segítséget a betegek, amelyek mondjuk egy kicsit komplexitásban is nyújtanak valamit nekik. Nem csak arról beszélnek, hogy na most akkor itt kéne masszírozni, vagy ilyen krémet kéne, vagy olyan krémet kéne venni, hanem egy nagyon kicsit a kollégákkal esetleg egy kis konzultáció, és akkor megbeszélik a betegnek a problémáját, hogy mit is mondjanak neki. Igen, ez is működik nyilván, tehát valamennyinek van azért viszonylag komoly tapasztalat, és igen, előfordulhat az, hogy valakinél ez már használt, próbáljuk meg ezt, és akkor miért ne? Még azt elfelejtettem mondani esetleg, hogy a kezelésekkel kapcsolatban, hogy itt nálunk ugye biztosítunk mindent, tehát ide semmit nem kell hozni a betegnek, ez egy nagyon fontos dolog, nagyon jó kórházi kenőcsöket használunk, tehát ide nem kell lepedőt hozni, törölközőt, semmit, és hát van, aki ezen meglepődik, mert máshol vinni kell, tehát itt semmit nem kell hozni, itt mi biztosítunk mindent, és hát végül is ez is egy jó pont, ráadásul a saját bevált gyógyszeres dolgainkat használhatjuk, amiről azért tudjuk, hogy mennyi idő múlva milyen pozitív hatást tudunk vele kiváltani. Bármilyen panasszal időben próbáljunk meg jelentkezni. Tehát ha ne várjunk túl sokat azzal, hogy majd egy masszőr megoldja, csodát nem tud tenni a masszőr se, és akkor kitolódik a kezelés időpontja. Hideg Lajosan a Borsodaba Vízzemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház
fizioterápiás osztályának gyógymasszőrével beszélgettünk.